A torinói lepel hiteles másolatát láthatták az érdeklődők virágvasárnap a Krisztus Király templomban. A lepelről szóló tudományos kutatások eredményét és a történelmi hátteret Zemlényi János lelkipásztor mutatta be, aki elmondta, a Torinóból érkezett lepel valóban egy keresztre feszített ember testét takarta. A torinói lepel megtalálása az úgy történt, hogy Péter és János apostol futottak a sírhoz, mivel az asszonyok mondták neki, hogy üres a sír, nincs ott Jézus, hova tűnhetett. És amikor beléptek a sírba, látták ezt az összehajtogatott leplet, amiből látták, hogy nem kiszállt Jézus, nem levette magáról, hanem egyszerűen nem volt alatta. Zemlényi János hozzátette, a lepel mindenben megegyezik az evangéliumok leírásával, így a vizsgálatokat folytató emberek 99%-a meggyőződött valódiságáról. Ide hozzánk Torinóból ez a hiteles másolat, egy pontos fotómásolat került, ugyanazt a lenyomatokat tartalmazza, ami az eredetén volt. Rengeteg vizsgálat lezajlott a torinói lepellel kapcsolatban, a tudomány összes arzenáját felvonultatták, és mindennel megvizsgálták. Egészen 100%-osan biztos, hogy ez egy halott, keresztre feszített ember testét takarta ez a lepel. A továbbiakban március 29-én és 30-án reggel 8 órától látogatható a torinói lepel hiteles másolata, szintén egész nap a Krisztus Király templomban.